A bajnokok ligája eheti odavágóin az ég egyadta világon semmi nem dőlt el, a Ferencváros viszont búcsúzott a konferencia ligától. Köszöntöm a kupapéntek nézőit, és akikkel ma kielemezzük így gyorsan, hogy mi történt a héten a nemzetközi kupaporondon, Bacsinszky Ádám, a Sportál szerkesztője. Sziasztok! Szervusz Ádám, és Murányi Domonkos, a Sportál szerkesztője. Sziasztok! Szia Doma! No, kezdjük is akkor rögtön ugye a keddi játéknappal a bajnokok ligájában, ugye volt egy Inter Atletico Madrid mérkőzés, ezt ugye a múlt héten talán megjósoltuk, hogy nem lesz egy gólgazdag mérkőzés, nem is lett. Az Inter győzött 1-0-ra. Milyen mérkőzés volt ez, is ugye... Szerintem pont olyan meccs volt, mint amire ugye számítottunk, ez ilyen címét el is hangzott, és a játéképét tekintve is olyan mérkőzés volt, mint amire lehetett számítani. Azzal a végeredménnyel is, mint amit ezt említettem, szerintem. Tehát tényleg ez egy olyan meccsnek ígérkezett, úgy gondolom, hogy nagyon szoros mérkőzés lesz. Atletico számára az egygólos vereség is belefér a pakliba, az Inter pedig elérte igazából ettől a meccstől azt, amit akart, hogy az éppen előnyt szerzett. Atletico-nak voltak a meccsel azért jobb periódusai, de végül azt gondolom, hogy a győzelemért többet tevő csapat hagyta el győztesen a pályát. De ez egyébként egy olyan mérkőzés volt, ami ugye nyilván nem volt egy hihetetlen látványos és tényleg gólgazdag szórakoztató összecsapás, de mondjuk azok számára nyújthatott valamiféle csemegét, hogy akik így a taktikát nagyon-nagyon szeretik? Tehát ebben megvolt ez a... hasonló megfogalmazást fogalmaztam volna, hogy ilyen képzavar lélek, de igen, egyébként szóval voltak számok ilyen csemegék. Egyébként így Domával egyetértek, hogy így a formákat tekintve például, meg így a meccs képét is tekintve az Inter nem lehet teljesen elégedett mondjuk az egygólos győzelemmel, mert azért a gól mellett is voltak helyzetei, meg azért azt ne feledjük, hogy az Internek például ez volt sorozatban a 9. győzelem, ami ugye egy nagyon szép sorozat. Az Atlético pedig ugye azért van, hogy megingott így a közelmúltban. Azt nem tudom, hogy ez az egygólos előny elég lesz a visszavágón majd Madridban. Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy ezzel az egygólos győzelemmel az Inter közelebb került-e a továbbjutáshoz? Nyilván, ha most a matekot nézzük, akkor nem kérdés, hogy ő van most előnyben, de hogyha azt nézzük, hogy mi vár rá majd a Metropolitánóban. Egy pokoli hangulat valószínűleg. Szerintem hát közel került, és elegendő lehet, de tenni kell érte a visszavágón is. Nyilvánvalóan, hát nem mondtam nagy dolgot, de hogy tehát, idegenben az X az Internek szerintem reális cél lehet, hogy Madridban mondjuk egy döntetet kicsikarjon. Közelebb kerültek hozzá, nyilván maradt ebben a meccsben még egy-két hazai gól, hogyha minden helyzet gól lett volna, akkor lehet a nagyobb különbség és a két csapat között. De azt gondolom, hogy nem lehet volna reális igazából az sem, hogyha az Inter gólokkal nyer, mert a két csapat között csak arra a különbség szerintem. Elegendő lett ez az egy gól, de ez egy parázs visszavágó lesz ebben a várharcban is, mint több másikban. És talán, igen? Hát valószínűleg igen, a helyzetek minőségét tekintve talán mondhatjuk azt, hogy nem annyira reális az egy, mert azért a gólszerző Arnautovicsnak volt azért két elég nagy helyzete, tehát ilyen tekintetben érthettem, úgyhogy például az Inter picit csalódottabb lehet. De idegenben azt nem teljesen érzem benne, hogy ki tudják húzni mondjuk 0-0-val, szóval valószínűleg gólt kell szerezniük. De erre képesnek érzem egyébként őket. Szóval most az Atlético nem játszhatja azt, amit mondjuk szeret, hogy picit visszabállnak, és akkor ebből próbálnak építkezni, hanem most ugye menniük kell, mindenképpen gólt kell szerezni. De nyilván nem ész nélkül kell majd persze, menniük előre. Tehát ugye erre nagyon kell vigyázniuk, és de ahogy telik az idő mondjuk, és egyre jobban szorítja őket, egyre jobban mondjuk nyomás nehezedik rájuk, az Inter ebből hasznot húzhat, és mondjuk a kontrák révén ebből azért eredményesek is tudnak lenni. De a visszavágó is hozhat egy ilyen taktikai csemegét a futbolt értők számára, hiszen ugye azt tudjuk, hogy az Atleticónak a játék az alapvetően ugye a masszív védekezésből épített kontrákra épül, és tényleg a gyilkos ösztönre a végén a befejezéseknél. És most tudják majd játszani. Igen, tehát hogy nyilván az Inter esetében, és nyilván Simeone is tudja, hogy adott esetben előfordulhat, hogy az Inter meg majd föláll a saját kapuja előtt, hogy szokták mondani, hogy betolja a buszt, és akkor na gyertek, most mutassátok meg, hogy tudtok labdabirtoklásból direkt futballal támadást építeni. Megvannak, hogy egyébként szerintem a játékosok, akik révén képesek lehetnek erre, szóval az Atlétikot azért nem írnám le ilyen egysíkú csapatnak, hogy csak ez a sündisználásból kontra vagy átmenetek révén tudnak eredményesek lenni. Úgyhogy tényleg kíváncsi leszek, hogy Simeone mit talál majd ki itt a visszavágóra, mert azért valamit változtatni kell azért, hogy itt tényleg reális esély legyen a továbbításra.
És a múlt héten azt tippeltük, hogy a PSV Eindhoven Borussia Dortmund mérkőzés több gólt hozhat, mint a előzetesen, mint ugye hozott az Inter Atletico. Hát a szűkön is bejött. És bejött. Azt hogy megmondtuk? Egy-egy lett. Ez itt a sportál fogadó. Igen. Hangzatos. Kétszer annyi gólt. Tehát kettő, ugye Eindhoven Dortmund egy-egy. Ugye ennek, is, ennek a mérkőzésnek van egy ilyen kicsit pikás utó zöngéje, hogy ugye ott volt egy ilyen kis gúnyolódás a 11-es körül kapcsán. Igen. Ugye megint, ugye ott a VAR, ott egy szerelés, ami labda is, akkor talán láb is, és akkor most mi a helyes ítélet? Mi azt beszéltük, hogy szerintünk nem 11-es. Ugye Hummelszről van. Igen, Hummelszről van, ugye, amit a PSV egyenlítő gólya előtt. És ugye érdekes volt, hogy amikor a Hummelsz ugye szerelt és büntető, akkor mutatta a társadalmat, hogy nyugi, senki ne reklamáljon, visszanézik VAR-ral, és ezt el fogják venni, mert ezt labdát találtam el. És valóban eltalálta labdát a Hummelsz, és szerintem is visszaszerelés volt, de utána ugyanakkor volt érintés az ellenfél lábához. Ezzel megint azon gondolom, hogy ez 10 bíróból, és ez, ha nincs var, ez 5 bírónál 11-es, a másik 5-nél meg nem. Igen, valószínűleg az volt az irányadó elv, ugye, hogy a pályán hozott ítélet 11-es volt, és ezért mivel nem volt megdönthetetlen bizonyíték szerintük, ezért nem vonták vissza. Nyilván nem egyértelmű a szituáció, mert mi is vitatkozunk róla, meg mindenki vitatkozik róla, szóval nem mondhatjuk, hogy egyértelműen tévedett a var, de én ugye Hummels először a labdát rúgt el, és utána, hogyha érintett is a lábát, szerintem nagyon-nagyon minimális, amúgy, tehát ilyen leheletnyivel. Igen. Nem éreztem tényleg akkora kontaktnak, hogy ezért 11-es járjon. És itt nem is arról beszélünk, hogy egyszerre a labdát és a lábát, hanem először tényleg a labdát rúgt el, és utána a tovább lendülő láb talán nagyon minimálisan hozzáért. Nagyon érdekes kérdés. Ugye, mert egy védő hogy szereljen? Hát becsúszol, hiszen menteni akarsz, labdát találsz, aztán az ellenfelet, hát benne van a játékban, de most igen. Ha van a védő, ne csúszom be, és akkor ne akarjon szerelni a lábát, hanem hogy igen. Nagyon igen. Jött hozzá. Igen. Az a kérdés például, hogy mezőnyben ugye ezt elengedték volna, vagy ott is lefújja. Mert ugye szokták mondani, igen. Hogy jó, ezt mezőnyben egyébként tovább... Ahogy így rátartott, talán mezőnyben közvetett szabadrúgásról, ugye már hogy veszélyes játék, még annak így elment volna, de tényleg itt a 16-oson belül én ezt nem, amennyire nem egyébként én néztem a statisztikát, hogy az első fél időben fölborult egy picit a pálya, ugye, hogy a Dortmundnál volt többet a labda, és a Dortmundnak volt jóval több kapura lövése, és a második fél időben meg ez megfordult. Hogy ugye az Eindhoven egészen más mentalitásban jött ki, vagy a Dortmund állt vissza, vagy hogy kell elképzelni? Nyilván, hogy a PSV-nek kellett a gól, mert a 0-1-es állással, ha emeltek, nem hiszem, hogy lett volna esélyük a visszavágóra, így azért egy-egyel van még némi esélyük, ugye itt ez a büntető szituáció, a 11-es. Ugye a Dortmund gól is alapvetően egy szerencsés gól volt, mert ugye megpattant a labda már lelövésénél, és így vált a kapus számára védhetetlenné. Nyílt a visszavágó itt, és szerintem a Dortmund hazai pályán majd azt azért megoldja. Tehát nem, a PSZ valahogy nem érzem azt, hogy idegenben ezt a meccset ne tudja, a vereség nélkül le tudná hozni. Azt lehet képzelni, hogy mondjuk lőnek majd gólt, de... Az jut eszembe, bocsáss meg, hogy ki gondolta volna, hogy a Mainz ellen a Dortmund tavaly a szezon zárón nem nyeri meg a bajnoki címet. Egyébként igen, tehát ki tudja, hogy a Dortmund igen, faktorra igen, mondjuk a tét utalni. Akkor nagyobb volt talán, mint ami most lesz, noha nem sokkal, de az nagyobb volt akkor a tét. Meglátjuk. Közelebb van-e a Dortmund egyébként ezzel az 1-1-jel a továbbításhoz, mint az Inter az 1-0-val az Atletico ellen? Mert szerintem egyébként alapvetően papírformát nézve igen. Egyetértetek ezzel? Igen, picivel talán közelebb, igen. Itt a csoportelsőknél gyakran érzem, hogy amióta ugye eltörölték ezt az idegenbe szerzett gólok jelentőségét, ami ugye előnyt adott eddig, hogy azóta mondjuk nem annyira szakadnak meg, és most is a Dortmund a picit ezt éreztem, erre majd kitérünk másik mesnél is, hogy ők mondjuk úgy elégedett lettek volna szerintem alapból az, hogy mondjuk egy döntetlen, vagy egy ilyen kis, esetleg még egy szűk vereség. Mert szerintem tényleg otthon azért jelentősen esélyesebbek, és ott, ha nem is könnyen, de valószínűleg kiharcolják a továbbítást. Hát ez egészen biztos, hogy pokoli hangulat lesz. Az ott is a sárga 90 ezer, így van. Na, akkor nézzük a szerdai játéknap eredményeit és mérkőzéseit. Itt is van miről beszélni. Ugye volt egy Porto-Arzenál összecsapásunk. A Porto 1-0-ra győzött, és itt is vissza tudok utalni arra, amire a múlt héten, vagy amiről a múlt héten beszéltünk, vagy egyébként itt a Premier League magazinban is azért érintőlegesen szóba került, hogy azért a Portónak a rutinja az első mérkőzésen, hazai pályán, a nemzetközi rutinja az kijöhet az Arzenállal szemben, győztek is 1-0-ra. Ez elmúlt? Ez a nemzetközi rutin igazából talán gólnál
jelent meg, hogyha fogalmazhatok így, mert ott ugye az Arsenal labdát szerzett, és itt az utolsó percben jártunk, pont egy ígéretes kontrát próbáltak vezetni, viszont így egy ilyen középre irányuló szöktetéssel próbálkoztak, amit ugye lefüleltek a portóiak, és ebből jött az egész ellentámadás, majd a gól. És itt azért mondjuk, amit Arteta is fogalmazott, hogy mondjuk, hogyha nem tudod megnyerni a meccset, akkor legalább ne veszítsd el, ugye? Itt pedig pont ez történt, ugye, hogy mégsem tudták megtartani ezt a döntetlent, ami egyébként elég jó helyzetbe hozta volna őket. Nyilván így nehéz, vagy nehezebb lesz a visszavágó, mint amire számítani lehetett, de én ugyanazokat az esélyeket adom, mint egyébként a párharc előtt, szóval 70-30 nagyjából az Arsenalnak. Tehát én nem látom azt, hogy hazai pályán nem is az, hogy egy gól, hanem hogy ne több gól győznék le ezt a Portót. Kicsit a Lazio Bayern párharc, szerintem engem ez a Porto, az, hogy a hazai csapat nyerte egy 0 az esetlenebbnek vélt hazai csapat, és így a visszavágó semleges nézőként, nekem, semleges nézőként, nyílt. Abszolút nyílt lehet, és a párharcnak jót tett az, hogy a Porto nyert. Noha egyébként én azt gondoltam a párharc meg először, hogy az Arsenal oda-vissza tovább fog jutni, hiába a rutin ide vagy oda. Az, hogy láttam ezt a Portot játszani ősszel a Barcelonára, hogy oda-vissza, és a Porto nem győzött meg engem. És azt gondoltam, hogy az Arsenal... A védekezésük nagyon rendben volt, és ezt azért ősszel is láttuk, akár a Newcastle otthonában, akár még másik meccseken is, nekem a Newcastle jutott eszem erről a meccsről, hogy az ilyen nagyon jól védekező csapatok ellen, akik mondjuk elég jól is szűkítik a területet, az Arsenal azért eléggé tud szenvedni, és itt is ez volt egyébként. Szóval Porto így változtatott a 4-4-2-t, meg 4-3-3-at, elég, hogy amikor az Arsenal próbálta széthúzni a területet, akkor is mondjuk a Porto ezt nagyon megoldotta, hogy ne tudják olyan ígéretes helyzetbe hozni mondjuk a szélsőket, amikből aztán ígéretes helyzet tud kialakulni. Tehát, hogy ugye a helyzetet megelőző pozíciókat nem tudta az Arsenal mondjuk úgy megszerezni, és ezt nagyon jól csinálta a Porto, és ezért is volt az, hogy mondjuk az Arsenalnak egy-két pontrugáson kívül nem is volt gyakorlatilag helyzete. Viszont ugye túloldalt is ugye az Arsenal viszont nagyon jól kontrollálta a meccset, rengeteget birtokolták a labdát, ezzel nem tudtak ugyan mit kezdeni, de amit ugye már itt fejtegettünk, hogy a döntetlen mondjuk így reális lett volna, és ezzel a tudattal szerintem tényleg kiegyeztek volna, akkor az emi részben meg bőven meg lesz a továbbjutás, de szerintem azért így is elég jó esélyük van, hogyha most itt mindent figyelembe veszünk. Tényleg, hogyha az elmúlt hetek formáját nézzük, ugye az Arsenal esetében, akik, és nyilván az eredmény is erre készteti majd őket, hogy támadni kell. Ebben nincs kérdés, meg tudjuk azt, hogy azért ez az Arsenal tud támadni. De a Porto számára a visszavágón az mondjuk mennyire lehet egy öngyilkos taktika, hogy jól védekezik ez a csapat, hogy a legnagyobb hangsúlyt majd a védekezésre fektessék, hogy itt is akár tényleg fölállnak egy ilyen 4-4-2-ben a saját kapujuk előterében. Szerintem nem lesz más választásuk. Szóval igen. Az Arsenal annyira rá tudja kényszeríteni az akaratát, meg ezt a dominanciát, ezt a kontrollt az ellenfélre, hogy nem tudnak ellene mit tenni. Amibe kapaszkodhatnak, hogy mondjuk tényleg annyira jól védekeznek, meg lesz mondjuk kis szerencsék is, mint mondjuk visszaemlékszünk néhány héttel korábban az Arsenal West Ham volt, ahol az Arsenal rengeteget birtokolt a labdát, nagyon sok érintés volt a 16-oson belül, de mindent kihagyott, és a West Ham a nagyon kevés lehetőségeivel jól sáfárkodott, és itt ugyanezt megcsinálhatja a Porto, hogy mondjuk nagyon jól védekeznek, de kontrából mondjuk el tudnak menni, és akár be is tudnak találni. Itt még egyébként ezen a meccsen még az volt nagyon szembetűnő, hogy nagyon kevés volt a labdának a játékban, tehát a rendes játékidő szó szerint, mert hogy 36 falt volt, és a tiszta játékidő az 50 perc volt mindössze, ami ebben a BL idényben a legkevesebb. És számomra egyébként ez nagyon furcsa volt, hogy milyen felfogásban vezet a játékvezető. Ugye a Premier League-hez, amihez mondjuk az Arsenal hozzászokott, meg mi mondjuk nézők hozzászoktunk, ott mondjuk sokkal kevésbé fújnak le bizonyos faltokat, itt pedig tényleg egy kis érintés, és mindent lefújtak. Ez majd egy érdekes kérdés lesz az Emirates-ben is, hogy ugye nyilván először is a játékosoknak, hogy milyen játékvezetői fölfogást kapnak majd. Én egyébként nem mindegy a szurkolóknak sem, hogy mennyire értik mondjuk azokat az ítéleteket, amikhez nincsenek egyébként mondjuk hozzászokva a Premier League-ben. És ez mondjuk milyen hangulatot generál majd a visszavágóra. Igen, az ilyen játékvezetői felfogás kérdése is. Most ugye nyilván az angol játékvezetők azok meghúztak egy bizonyos szintet, hogy mondjuk ez a falhatár, stb. És ez nemzetközi szinten mondjuk nyilván alacsonyabb, de ott is azért vannak elég eltérő jelenségek. Tehát ez azért a másik végletet nézve egy elég kiugró volt mondjuk, hogy tényleg ennyire nem hagyta játszani mondjuk a csapatokat, és tényleg a legkisebb érintésre is mindent lefújt. Most ez kérdésre visszavágva, itt milyen játékvezetőt kapnak. Hát ugye a Porto nyert 1-0-ra, és akkor azt mondjátok, hogy azért
ezzel együtt is jóval esélyesebb a továbbjutásra az Arzenál. Hát ez már tudom, hogy ez a kiesési szakasz más, mint a csoportkör, de azért ott is láthattuk, hogy mondjuk az Arzenál kikapott a Lanztól 2-1-re, otthon pedig szó szerint agyonverte őket, meg ez egyébként a két csapat múltját tekintve is pont mindig ugyanez volt, hogy idegenben általában kikapott az Arzenál, mit tudom én, 2-0-ra, 2-1-re, stb. És hazai pályán pedig ilyen 4-5 góllal verte mindig a Portót. És most is szerintem van annyi különbség a két csapat között, hogyha nem lesz meglepetés, amit mondtam, nem lesz mondjuk egy ilyen Arzenál vesztemszerű mérkőzés, akkor szerintem az Arzenál ezt is ugyanígy fogja behúzni. No, akkor jöjjön a negyedik BL összecsapás, egy olyan párharc, ami tulajdonképpen mind a két együttesnek a szezonját jelenti, vagy a szezonjának a megmentését és meg nem mentését jelenti. Ugye Napoli-Barcelona 1-1 lett. Igazából tehát ez az a párharc, ahol aztán bármi lehet a visszavágón. Itt számomra az volt nagyon meglepő egyébként, hogy azért a Napolinál így két nappal a mérkezés előtt váltanak edzőt, hogy ez nem azért nem annyira jellemző, igen, és hogy ez azért milyen hatással lehet. Ez az olaszoknál, ahol te begurulsz és fölhúzod magad, és azt mondod, hogy na. Hát a Napolinál ugye most már így a harmadik edző irányította a csapatot a BL-ben, amire még eddig azt hiszem kétszer volt példa. Korábban így van. Igen. De hogy ahhoz képest egyébként, hogy most jött az új edző, elég szervezett volt ez a Napoli. Igen, a Barca pedig megint nem volt jó. Nem, szóval, nem volt jó látni nézőként ezt a meccset, hogy a regnáló olasz és spanyol bajnok csap össze egymással, és ahhoz képest a színvonal azért messze elmaradt attól, amit egy ilyen meccstől mondjuk az ember úgy elvárna. Az egyik, ha tegyük az árébe, egészen biztos, hogy egyik a csapat sem fogja megvédeni a bajnoki címet. Az teljesen biztos, igen, és egyik sem fogja megnyerni a BL-t, az is biztos valószínűleg. Várjál azért, a BL azért nagy csodál. Volt. Igen, meglátjuk, hát alig gondolnám, hogy idén ez így lesz. No, legalábbis ebben a tekintetben. Szerintem, amíg, bocs, hogy félbeszakítanak, csak hogy amíg a Barca tudta csinálni ezt az erőteljesebb letámadását, addig a Napoli nem nagyon tudott életjelet mutatni a meccsen. Szóval addig ugye igen. Barca eléggé dominált a meccset, meg több lehetősége is volt. És a Barca megint azt éreztem, mint a meccseknél, most, mint sok más meccsnél ebben a szezonban, hogy utolsó 20 perccel a csapat egyszerűen elfárad. És nem bírja már azt játszani, amit addig helyek közel tudott. Ez most megint nem működött. Tehát az első fél idő, hogy a Barcája volt, nem volt kapura lövése sem az első 45 percben, és jött a Lewandowski gólja a második fél idő első negyedének végén, és akkor ugye a Barca mondjuk, hogy a meccset kézben tartotta, meg volt az egygólos előny, és minden adott volt ahhoz, hogy a Barca ezt a meccset kontrollálja, és akár lőjön mondjuk még egy gólt. És akkor ehhez képest mi történt? A Napoli egyszer csak megvillant, és Osimhen révén egyenlített a Barca, ezért pedig más kicsúszott, és igazából onnantól kezdve a Napoli utolsó 10 percben nyomott, és a győzelemhez közelebb állt, leszámítva a végén ugye Gündogan centikkel kaput elkerülő lövését. Szerintem egyik csapat sem érdemelt győzelmet, úgyhogy a döntetlen reális, és a visszavágón tényleg bármi lehet, mert azt láttuk a Barcelonán most ebben az idényben, hogy a hazai pálya nem sokat számít a Barcelonán, tehát ugye amelyik a csapat otthon a Villarrealtól kap 5 gólt, majd a Ronaldótól 3-ot, az a Napoli ellen nem biztos egy-egynél, tehát most már nincsen Messi varázs, meg nincsen Camp Nou varázs, ez egy nagyon nyílt párharc továbbra is, mint amilyen volt az első mérkőzés megelőzően is. Beszéljünk a Napoli góljáról? Érdemes. Osimhen találatáról? Ugye jó, most ugye az adás előtt néztünk meg, ahogyan nézőképekről néztünk meg egy másik kamera felvételt, ahol az látható, hogy valószínűleg ellökte a védőjét, és úgy került jó pozícióba, majd lőtte be a labdát. Igen, volt egy ilyen felvétel az egyik közösségi oldalon, hogy valóban Osimhen ellőtte Martínezt, ez nem volt ilyen kép, ami ezt bizonyította volna igen. A közvetítés során, tehát akkor nem láttuk ezt a felvételt, mert ez olyan kamerából készülhetett, ez a kép, amely szerintem csak az Osimhen kamerázta ez az úriember, aki vette ezt a szituációt. Jó, hát, és úgy a tévéből lett felveszve. Nem tudom, de nem mutatták volna szerintem a tévéből, és nem mutatták a tévéből, nem mutatták. Tehát szerintem ez egy olyan képi anyag, amit a bírói csapat ott a Varszavában nem láthatott. És szerintem ezért nem... Azért érdekes, mert 73 millió kamerával igen, lesznek. Igen, szóval ez megkérdőjelezi a VAR-nak a működését, hogyha mondjuk egy nem tudtak hát megnézni ezt a kamerát. Ja, láttam már a Juventus gólt és a bajnokságban, hogy úgy nem volt lesője, vagy Bédo belógott 4 méterrel, de nem adta, de a gólt is elvették, mert hogy, ja, hogy ott volt egy védő, ez kiesett a VAR látószögéből ez a játék. A Boltájából az bajnoki mérkőzés, na mindegy. Szóval, ha ezt látták volna, akkor lehet, hogy megfontolják, hogy ezért nem... Mert hiszem arra koncentrál mindenki, hogy a lábával Osimhen Martin ezt akadályozta, kigáncsolta esetleg ott a... Hát meg nem is azt, tehát tényleg ezt a lökést kb. Csak ebből a kamerállásból igen, tudtad igen, 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 igen. És tényleg ez egy egyértelmű lökés volt egy utólag, de... Egyértelmű lökése az, amit
egy, mit tudom én, milyen kameraállásból lehet észrevenni, valóban lökés volt, a játékvezető élőben nem érzékelte, az asszisztens élőben nem érzékelte, és a VAR 78 kamerájából nem lehetett megállapítani, hogy itt volt lökés. Akkor ezt valóban egyértelmű lökés, vagy azt mondjuk, hogy hát figyelj, hogyha innét meg úgy, meg amúgy nézem, akkor... Mikor azt lehet, hogy azt mondhat, valószínűleg nem nézték akkor vissza meg a megfelelő szögből. Tényleg az úgy voltak takarásban, hogy ez csak innen lehetett nagyjából látni, és emiatt volt nagyon nehéz, szóval hogy emiatt azért, tehát ez nem olyan, mint mondjuk a Dortmundi 11-es volt, emiatt nem venném annyira elő a játékosat, hogy csak mennyire, ott, nagyon mennyire, mennyire reklamáltak egyébként a Barcelona játékos, ami ez szokott még lenni egy kulcskérdés ilyen esetekben. Visszafogottan reklamáltak. Visszafogottan reklamálás volt? Igen, igen. Tehát Araújo meg Martínez ott azért demonstrált, hogy itt valami történt. De nem volt meggyőző igazából egyik játékos se. Nem hittem abban, hogy ezt a játékot vissza fogja fújni. Mondom, hogy óvatosan reklamáltak, de... Hát izgalmas de legalább Lewandowski megint gólt lőtt, ami hatalmas szó annak függvényében, hogy egyébként hogy játszik. Tehát, tényleg én nagyon-nagyon szeretem és őt. És ez előtt a Barca legidősebb gólszerző. A BL-ben, igen, nagyon-nagyon szeretem őt, és elismerem, és örülök, hogy a Barca mehet játszik, és az elmúlt 4 meccs előtt 5 gólt, de... De nem az, ami, tehát nem az, amit... Nem, tehát formán kívül van sajnos most már egy éve. De megint gólt lőtt, és ez egy szép gól volt, tehát ezt nem lehet elvenni tőle, csak olyan tényleg, az ember azt látja, hogy a számok alapján, hogy elmúlt 4 meccs 5 gól, Lewandowski megint csúcsformában van. Nincs. Senkire, nincs abban, de legalább most a kapu előtt hatékonyabb, mint az elmúlt. Mit kapsz majd a komment szekcióban azoktól, akik csak azt nézik, hogy a Lewandowski 5 meccsen 4 gól. Sőt, 4 meccsen 5 gól. Igen, és elmúlt 4 meccsen 5 gól. Szárnyal. Izgalmas lesz itt is a visszavágó, és tényleg ez a keddi szerdai játéknap szerintem hozta azt, ami miatt szeretjük, ez egy ilyen kieséses szakaszt, és a visszavágókra pedig majd lesz bőven ugye min izgulni. És hát akkor jön az, ami nekünk már sajnos magyaroknak nincs min izgulni, ugye a Ferencváros és az Olimpiákhoz párharca. Hát ugye a helyzet az az, hogyha a két mérkőzést megnézzük, akkor tulajdonképpen az kell, hogy mondjuk, hogy igazán nem volt esélye Ferencvárosnak egy jobb csapat ellen. És nyilván egyenes ki... Igen, azért a vége is a műsornak. Ugye ezt mondtad, ugye ezt mondtad a meccs után, hogy a minőségre jobb csapat jutott tovább. Minőségre jobb csapat. Igen. De a fociban nem mindig van így. Igen. Szerintem a Fradinak a visszavágón lett volna keresni valója, ha a csapat jó napot fog ki, és nincs ebben a játékban rengeteg technikai, mint ami volt. Ez rengeteg technikai hiba, mint ami volt. Tehát lehetek volna itt helyzetek, hogyha az ellenfél tér felén a támadó harmadban olykor jobb megoldások születnek. Tehát például a végén, a Varga Barnabás esetében, aki a kapuval szemben álló, aztán Maigának, akinek passzolhatott volna? Aztán Ben Rondánnak. De most ez egy a sok közel. Most oké, egy, de ha Zakariasszel, ha Marquinhosnak jobb napja van, ha Abufani jobban irány, tehát sok összetevős. És itt, és valóban itt a minőség, és egyébként igen, mennyire más lehetett volna az egész párat. És ugye rengeteg hangot hallottam, hogy tényleg milyen gyenge napja volt, felsoroltam, hogy milyen gyenge volt a Varga Barni, milyen gyenge volt a Kódró, nem száll be jól a Pesics, az Abufán, stb. De könyörgöm, volt egy pályán egy ellenfél is, aki pont alapvetően jobb játékos, mint aki a Fradiban futballozik. Meg az két összetörés, tehát nem csak az, hogy gyenge napja, hanem hogy az ellenfél mit enged neked, igen. Így van, pontosan. Tehát itt lehet nyilván Fradinak, hogy meg lehetett volna, meg igen, de alapvetően a realitás az ez, hogy az Olympiakos oda-vissza egy góllal jobb volt a Fradinál. Egyébként sokkal többen nem, teszem kettővel. Hozzá. Összesen kettővel, de ott tehát meccsenként egy góllal, ez a realitás. De legalább a meccs végén azt a fáradtságot, amit a Fradinál láttunk idegenben, azt én most nem éreztem. Az akarás az szerintem megvolt a játékosokon, emiatt nem érheti szó a ház elejét. Inkább itt a pontosság tényleg az meg. Ugyan mondtad, talán az a tűz az hiányzott a Fradiból, amit ugye a pokolban mondjuk, hogy a Stankovics beharangoztak ilyen, és elváltak volna. Az év meccs, az igen, év igen, meccs, igen. Ezt azért annyira nem lehetett rajtuk igen. Érezni. Én megmondom őszintén, hogy nekem mi hiányzik nagyon sokszor a magyar pályákról. Ugye én tegnap Veszprémben voltam, Veszprém kézilabda bajnokok ligája mérkőzésen, elképesztő volt ott is a hangulat. És a Fradi pályán is, ahogy hallgattam a rádióban, meg hát nem egy, nem két nemzetközi kupameccsen, vagy akár derbin voltam, és egészen kiváló hangulat, tényleg fantasztikus, de nem érzem azt a fogalmazok így, ellenséges hangulatot, ami hogyha mondjuk kimész Belgrádba,
vagy kimész egy tényleg egy akár egy olimpiákhoz, egy Alcatén otthonában, amikor teltház van, meg minden rendben van, hogy abban a pillanatban például, hogy hozzád kerül a labda, akkor a több tízezer torokból jön a fütty, amennyire torokból fütyülünk, ugye, szóval, de hogy több tízezer fütyülnek, tehát hogy az a fajta, mert nyilván egy játékost, hogyha kiváló a hangulat, akkor az földobja. És földobja az ellenfelet is, mert nem fogod behúzni a kéziféket, mert tudod, hogy az ellenfél leszurkolnak, hanem tényleg azt a fajta, tetszik, nem tetszik, egyfajta ellenséges hangulatot, én hiányolom sok helyen. És nyilván ez a mi habitusunkból fakad, és nyilván a tőlünk mondjuk délebre, szerbeknél, görögöknél, albánoknál más, egészen más a mentalitás. De szerintetek ez mennyire hiányzik, vagy hiányzott mondjuk akár tegnap is? Mert az átjött egy óriási hang, óriási szurkolás le a kalappal a ferencvárosi szurkolók és nézők előtt, de hogy lehet, hogy egy nyomást tudsz tenni. Igen. Ilyen részben ez is. Igen. A másik, hogy a Fradi részről viszont én még azt hiányoltam, hogy amit ezt a kiváló szurkolást, ezt a tüzet nem tudták úgymond meglovagolni. Tehát hogy ez nem érződött tényleg az, hogy ez így visszaköszön a pályán mondjuk, amit a szurkolóktól kapnak. Pedig ugye a meccs előtt pont ezt harangozták be, ugye. Meg ami nagy, most ha szóba került, és nagyon jól mondod, ugye itt a Fradi meccseken a B-közép az mindig kitesz magáért, de az oldalsó szektorban valószínűleg látom nem mindig érzem ezt. Azért mondtam, hogy szurkolók és nézők. Inkább nézők, igen. És most drább kim voltam a mérkőzésen, tehát én látom, foglaltam helyet, és nagyon sok olyan arc van ott, akit most láttam ott először. Hát ugye ez a, most amikor... Az ilyen meccset, igen, érdekes módon Kecskemét ellen, Mezőkövesd ellen őket nem látni ott, de az olimpiákhoz ellen teltház van, és megjelennek ott olyan emberek a lelátón, aki ott a baráti körben ott nézik a meccset, akiket sose láttunk még, hogy ti most mégis mi ügybe jöttetek a mérkőzésre. Na most pont ilyenkor, hogy ezt a szurkoló néző, hogy ellenséges hangulat, és ebben igazad van tényleg, hogy ugye láttuk itt akármilyen külföldi meccsen, hogy az oldalsó bedobás jön, és mondja a szurkoló játékosnak, hogy szídja, vagy éppen a sajátját buzdítja. Hogy itt meg ugye a Fradi pályán pont lehet, hogy ezért sem láthatjuk ezt, mert aki ott van a kéne a mérkőzésen, az nem minden héten ebben él. Persze tisztelt a kivételnek, tehát féltes nehézség, nem azt mondom, csak hogy vannak olyan drukkerek, akik alkalomattáljának ki a stadionba, és nem a csapat elkötelezett támogatói, hanem az ellenfél miatt és a tét miatt is jönnek ki a mérkőzésre. Pedig az ilyen meccseken pont az igazi szurkolók. Tegyük hozzá, hogy azért ez egy tendencia a világ futballjában, hiszen hogyha visszaugrunk az időben 20-30 évet, és elmegyünk Angliába, akkor nyilván egyik oldalon rengeteg volt a rendbontás és a futball huliganizmus, és azt meg kellett fékezni, de ugye azáltal, ahogy emelkedtek a jegyárak, ahogy vált igazán üzleti a futball, úgy szorultak ki Angliában is a munkásosztály igazi szurkolói ugye a stadionokból, és ültek be azok, akik meg akarták nézni a Manchester United-Liverpool mérkőzést, tehát még egyszer mondom, megnézni, és volt rá pénzük, és vagy meg akarják nézni a csapatot egész évben. És ugye ott maradt egy réteg, aki szurkol, meg hangulatot teremt, de szerintem ma, hogyha meghallgatsz egy Anfieldet ma, meg mondjuk 25 évvel ezelőtt, hát azért van különbség. És tudom, hogy fociban, meg sportban nincsen ha, de mi van akkor, hogyha az első mérkőzés első perceiben Varga Barnabás gólját megadják, ami igen, les volt, de azt gondolom, hogy az a találat les volt, és a VAR ilyen szinten nézi ezt, és oké, hogy az a szabály, de a futball szellemiségével valamilyen szinten azért nyilván ellentétes. Nyilván erre nagyon nehéz válaszolni, így utólag is, de azért a két mérkőzés képét elnézve szerintem akkor is tovább jutott volna az olimpiákhoz, én azt érzem. Valószínűleg nehezebben. Mert akkor többet... Nyilván igen. Teljesen más lett volna a játékkép, hogy akkor a Fradi mondjuk igen. Jobban visszaállatott volna az olimpiákhoz. Meg a lélektalan más lett volna az első mestek főleg, is. Kontrából lehet, hogy még jobban el tudnak menni, mert igazából így visszatérve kicsit az egész párharcon a mérkőzésen, nagyjából tényleg egyetértek minden, amit Doma mondott. A Fradiból, amit még hiányoltam ezek mellett, az, hogy a sem tegnap, meg az egész párharcot nézve, hogy nem igazán volt kidolgozott helyzetük, ami azért bármennyire is jó az ellenfél, azért az illene szerintem. Főleg hazai pályán. Főleg hazai pályán, igen. Szóval, nyilván azért az olimpiákhoz... Tényleg, amit ugye beharangoztak, hogy most mennyire oda teszünk magunkat, stb. Nyilván ebből valami visszaköszön, de ez azért a helyzetekben nem is, ez azért nagyon hiányzott. Tehát akkor tényleg legyen az, hogy főleg amikor már itt az utolsó, mit tudom én, 20 percben menni kell előre, mert tudjuk, hogy két gólos hátrányban vagyunk a párharcban, akkor picit erőteljesebben, meg akkor engedjünk nagyobb teret az ellenfélnek, mert jó, 3-0, akkor 3-0-val esünk ki, de legalább megpróbáltuk így, meg ez a picit ilyen állóvízben éreztem a Fradit, hogy jó, ez a két gól, hogyha találunk volt, akkor megpróbáljuk, ha nem, akkor marad ez.
Szóval hát, picit többet lehetett volna kockáztatni. Ugye ott a 80. perc környékéig nem is nagyon volt fűtszó a lelátóról, ott jött, amikor már nagyon kevés hát, idő volt jó, hátra, igen, és elkezdtek hátulfalaszolni. Igen, akkor felharsant egy-két ilyen. Az a kérdésem így végezetül, hogy szerintetek a Ferencváros lépett előre mondjuk a tavalyi önmagához képest. Ugye tavaly a Leverkusen ellen búcsúzott az Európa Ligában. Igen, az Európa Ligából, így van, egy olyan Leverkusen ellen, amely nagyon közel van ahhoz, ugye, hogy a Bundesligában története során először most idén bajnok legyen, de nyilván az egy kicsit más Leverkusen volt, nyilván erősebb, mint akár ez a mostani Olimpiákhoz, mert teszem hozzá, megnézzük ezt a népsort, azért ez sem egy rossz népsor. Szóval lépett előre a Fradi tavaly önmagához képest. Én... Ami nagyon fontos lenne, hogy igen legyen a válasz, de érdekel a véleményetek. Akkor igen. Köszönjük. De egyébként én nem feltétlenül, én azt mondanám, viszont nem lépett hátrébb. Igen, pont ezt mondom, hogy nem mondanám, hogy előre lépett, vagy nem is lépett hátrébb, tehát hogy megmaradt nagyjából ugyanazon igen. a szinten, mert azért ezt azért ki kell jelentenünk, hogy ez nem az Európa Liga volt, mint tavaly, ahol szintén továbbítottak is a késő szakaszba, és nem a Leverkusennel játszottak, amelyik azért egy magasabb polc, mint az Olimpiákhoz. Jó, az még nem az idei Leverkusen volt, mi látjuk, hogy szerepel a Bundesligában, igen, még bontogat a csapat szárnyát, így fogalmazunk. De... Meg ugye az akkor egy nagyon hiányos Fradi volt, ugye sok sérült el, rengeteg volt a hiányzó. Ez a Fradi most ugye... És azért meg... Tehát nem... Majdnem teljes volt, bár egy Adama Traoré nagyon hiányzott. Azért valamennyire megnehezített a Leverkusen dolgát, szóval nem volt annyira könnyű a Leverkusennek sem. Hát nagyjából most, mint igen. az Olimpiákhoz ellen. Hát igen. Mondjuk az simán párászolok, mint ez a mostani szerintem. Ez azért itt az több volt a keresnivaló, de tényleg látjuk, hogy ez ugye csak a harmadik szám. Hát annyi, hogy ott azért... Én ott kim voltam mindkét meccsről, ott azért a Fradinak voltak helyzetei. Igen, csak ugye már... nem. Ott ugye már visszavágó már 0-1 volt a 5. percben, és akkor mondtak, hogy lőni 3-at, hát esélye nem volt rá ilyen igazából. Ilyen szemben, becsapós, igen, hogy korábban eldőlt a párharc, de hogy jobban éreztem azt, hogy a Fradi meccsben van. Uh-huh. Tehát, hogy kidolgozta a helyzeteket, hogyha igen, megint a ha-ha, igen, tudjuk, de hogy ha belövik, akkor azért ott lett volna keresni. Belövik, akkor góla szokták mondani. Igen. És de látjuk, hogy csak a harmadik számú Európai szóval, Kupa, igen. és itt a tét a 16-ba jutás, és itt már milyen ellenfeleid vannak. Tehát, hogy akkor az Európa Ligában és a BL-ben lévő csapatok még mennyivel látnak a Fradi fölött. Vagy a teljesen BL fölött, hogy a Fradi a PC számít. Tehát, hogy igazából ezen kell... Akár egy olimpiákos fölött is egyébként igen, szerintem. Igen, hogy tehát tegyük ezzel elgondolkodni, hogy mi azt látjuk, az olimpiákhoz mennyire képzelt, ezek a játékosok milyen jók, a labda nem patan el tőlük, stb. Ezek igen, hogy ez csak a konferencia liga, és akkor mi van még ennél följebb kettővel, hogy azt mi ellene élőben látni mondjuk a Fradi ellen, hogy és az lesz érdekes, hogy bízunk benne, hogy a Ferencváros is adott esetben talán egy másik csapat is, hát ha bejut majd az ősszel, ugye az új lebonyolítású, akár BL, EKL, hát nem csoportkör, hanem ugye liga körébe, hogy ott majd mire megy majd a 8, illetve a EKL-ben ugye a 6 mérkőzésen. Egy számot kérnék szépen, hogy 1-10-ig kéne osztályozni a Ferencváros kupa menetelését, kezdve a Klaksvik elleni ugye, kudarccal, vagy fiaskóval. Az akkor minusz 2 pont. Igen, jó, de utána volt egy gyönyörű menetelés a igen, csoportkörig, volt egy veretlen csoportkör, és van ez az Olimpiákos elleni mérkőzés, hanyast adnátok 1-10-ig eredő skálán? Én megadom a 7-est, mert tényleg a Klaksvik elleni kiesés az nagyon fájó volt, de tényleg borzasztóan fájó. Utána viszont azért, amíg bejutottak a csoportkörben, vagy a csoportkörben is ugye voltak nagyon nehéz ellenfelek, és ott azért elég jól helyt állt a veretlenség az megmaradt, ami azért nagy dolog, igen, hogy Fiorentina és Genk ellen sem kapott, és a csoport persze csak kétszer nyert Csukarécski ellen, és mondhatjuk, hogy ugyancsak két győzelme volt a csoportkörben, oké, viszont ki kell nem kapott ki. Én is a 7-est mondanám, igen, hát a Klaksvik az azt felejtsük is el. Utána ugye a Shamrock, ugye azokat a sima párosok azért jöttek, ugye a máltai csapat ellen is, ott simán abszolválta a Fradi a csoportkör, a csoportkör, ott megvoltak, hát ott láttuk azt, hogy mekkora, igen, ott is 6-6-os a különbség, ott is a Fradi javára. Itt meg ugye most az Olimpiákos javára volt inkább a különbség. A 7-es szerintem az úgy nagyjából... Tehát kellenek ezek a tapasztalatok, kellenek, hogy megszerezik, igen, hogy mondjuk, hogy a következő idejében is mondjuk bejutnak a csoportkörbe, remélhetőleg így lesz, és ott is mondjuk sikerül kivívni a továbbjutást, akkor majd tudnak ebből építkezni, meg tapasztalatot levonni, hát ha akkor azt tudják úgy hasznosítani, hogy reálisabb esélyük legyen. Hát bízunk benne, nem kell tényleg sokat várni, csak kőszig a következő főtáblás mérkőzésig. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Kupa Péntek. Legközelebb majd 2 hét múlva találkozunk, mert hogy jövő héten ugye nem rendeznek nemzetközi kupa mérkőzéseket, de nagyon-nagyon izgalmas lesz, mert 2 hét múlva már Bajnokok Ligája visszavágókkal és továbbjutókkal tudunk jelentkezni. Olvassák a sportál.hu, tehát maradjanak velünk a folytatásban is, viszontlátásra.